Bigli kutyámnak ilyenkor nagyon hullik a szőre, vitaminnal lehet segíteni ezen? Köszönöm a válaszát, Erzsébet. Kedves Erzsébet, azt tudom erre mondani, hogy kutyának a szőrhullása az egy normális és a évszakoknak megfelelően egy normális állapot. Arra kell gondolnia, hogy a nyári szőrzet az nem alkalmas a téli viseletre, és fordítva is így van, a téli szőrzet pedig nagyon kényelmetlen lenne nyáron. Tehát van ősszel és tavasszal egy olyan vedlési időszak, amikor igenis normális, hogy hullik a kutyának a szőre. Ez persze kellemetlen egy lakásban tartott kutyánál, de lehet ezen is segíteni. Két módon is, az egyik egy táplálási metódus, amiről mindjárt beszélek, a másik pedig egyszerűen mechanikus. Ha minden nap egyszer vagy kétszer egy jó minőségű kutya kefével kikeféljük a kutyának a bundáját, akkor a kefében marad az elhalt szőrmennyiség, amit egyébként a nap egész időszakában elhullajtana a lakásban. Tehát ha ezt kikeféljük, akkor sokkal kevesebbet kell majd takarítani. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig a táplálási oldal, ez a fontosabbik. Föl kell készítenünk a bűrét arra a komoly feladatra, hogy itt egy teljes szőrcserét hajtson végre. Hogyan készítsük föl? Itt említi az Erzsébet, hogy vitaminok. Igen, vannak olyan vitaminok, amelyek ebben segítségére szolgálnak az állatnak, de nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a telítetlen zsírsavak, azok a meghatározó limit elemek, tulajdonképpen limit anyagok, amelyek hiányában a vitaminok sem épülnek úgy be, a vitaminok sem használnak annyit. Tehát ezek egymásra épülnek, amennyiben a telítetlen zsírsavak, amiket általában jó minőségi olajokkal tudunk bejutatni az állatnak a szervezetébe, mondjuk a halolajjal például, de természetesen vannak nagyon-nagyon jó minőségű olyan készítmények, amelyek mindent tartalmaznak, amely egy ilyen fölkészítésre alkalmassá teszi a kutyának a bőrét, tartalmazza azokat a nyomelemeket is, amelyek szükségesek, a réz és a cink az mindenképpen ide hozható példaképpen, és természetesen azok a megfelelő vitaminok, az E-vitamint szeretném itt kiemelni, amelyek fontosak a szőrcserében, és telítetlen zsírsavak. Tehát ezek együtt mind kellenek ahhoz, hogy szép, fényes, egészséges szőre legyen az állatnak, és egy viszonylag rövid idő alatt minőségi cserét hajtson végre, ne húzódjon el hetekig, esetleg hónapokig a szőrcsere.